üdvözlök mindenkit, nem így terveztem a napomat, Ferihegy, ugyanis egy nagyobb nemzetközi túra előtt állok, de hát jött az info, természetesen akkor kijöttem, Andrisnak is szóltam, itt van velem, ő az operatőröm, hála jó Isten, csak ezért szóltam neki egyébként, mert kellett egy operatőr, most viccet félretéve, a Dufi, azaz a százhalombattai Dunai finomító, ugye ez a beceneve, közkedvelt beceneve, hogy Dufi, nem tudja a csövön keresztül kiszolgálni a repülőteret, ezért a vasúti megoldással fogják a kerozint ide beszállítani. Ez jelenleg 18/22 kocsiból fog állni, ezeket majd itt bent szétszedik, és hármasával szépen lassan lefejtegetik, ami azt jelenti, hogy a Nohab ma nem fog távozni innen, hanem majd az üresekkel holnap 16, illetve 19 óra 30 magasságába fog innen távozni, ez a legjobb információ. Ezt el is mondom nektek, hiszen gyertek nyugodtan, hogyha van időtök, 4-től álljatok ki, 8-ig nyugodtan filmezetek. Andris nem szeretné, de az én videómban most nagyon-nagyon jó fej leszek, és mindenki szeretettel vár Ferihegy, és Andris is itt lesz. Szóval, ezen kívül még az információ az, hogy a 21-es Nohab fog itt ma szolgálatot tenni. És még egy plusz információ, hogy nem mondom ki azt a számot, amit én hallottam itt a százhalombattai kiszolgálás kapcsán, illetve a csövön keresztüli kiszolgálás kapcsán, hogy hány vonat fog beközlekedni mostantól a Ferihegyi repülőtérre, mert én abban a bődületes számban egyszerűen még nem tudok hinni, de hogyha tényleg így lesz, akkor ez most még különleges menet lesz, de nem sokára, majdhogy nem mindennapossá is válhat itt a történet. Hogy mi az oka? Hát most a háttérben meghúzódó kínai és nerszállat nem említeném, pláne itt a repülőtér közelében, hogy éppen felszáll megint egy Boeing 68022-es, fogalmam nincs egyébként milyen. És a 4-es 10. Most itt direkt hangosan fogok beszélni, hogy az autós forgalmat túlkiabáljam. Itt vagyunk az összekötő vágánynak a kiágazásánál. Nem a kiágazásánál, mert a szemeretele felől jön ki, de itt halad át a vágány, itt a gyorsforgalom. És itt van mögöttem a fénysorompó, ami most jelenleg fehéren izzik. Na most ilyenkor, mikor kiszolgálás van, akkor én úgy tudom, hogy az a bevett szokás, hogy délután a bizberesek kijönnek, és leellenőrzik, hogy minden rendben van-e a fénysorompóval, de nem bízzák a véletlenre, azért kerozinnal jön ez a történet, és nem szoktak hozzá az itt autózók, hogy bármilyen vonat itt közlekedhet. Hiába a fénysorompó, nem mennek hagyják a véletlenre a történetet. Tehát rendőrségi zárlat lesz, tehát a rendőrök, ezt már egyébként filmeztem egyszer csak Bobóval, kijönnek a rendőrök, és a két oldalt lezárják ilyenkor a közlekedést, amíg a szerelvény itt majd áthalad. Úgyhogy, ja, 8:30 van, elméletileg 9 környékén kell érkeznie ennek a történetnek. Nagy szeretettel várjuk, addig itt meg fogom nektek mutatni a vágányt, meg itt a jelzőjét, meg egy-két dolgot, aztán reméljük, hogy minél hamarabb action lesz. Bence? Nem olyan action lesz, hogy a kerozin... Ha rendőrségi zárlat lesz, akkor itt minden sötétbe borul? De ezt most miért kérdezed? Hát mert zárlat lesz. Azt mondtad. Rendőrségi zárlat. Megemlíteném, 20 óra 30 van. No, itt vagyunk a reptéri vágánynál. Vörös a jelző. Láthatjátok, fehéren villognak a fénysorompók, rendőrök még sehol. Igazából teljes mértékben visszaadja az előző videómat, ami tavaly 2023. januárjában készült, szakadó esőben. Szintén megvolt a pontos dátum és az információ a vonatról, és én már majdnem feladtam, még be is mondom a filmben, mikor jön a Bobó, hogy de jó, hogy végül nem adtam fel, mert már reménytelennek tűnt másfél óra várakozás után, hogy tényleg jön. Aztán egyszer csak megjelentek a rendőrök, de ilyen teljes mértékben hirtelen módon, és mégiscsak átzúdult a Bobó a tehervonatával. Én a mai napot is itt Andrisnak mondtam, hogy azért készüljön úgy, hogy ez nem fog időben lezajlani, és időben nem megyünk ma haza. Készülök. De nekem ez a nap rohadt rosszú, úgyhogy villámgyorsan szolgálja ki a repteret. Mondjuk ezt nálam nem tudják, hogy miért. Ja nem, de... Szlovákiában voltál, ezt elmondhatjuk, nem? Igen, nem is titok, de most már villámgyorsan tessék kiszolgálja a repteret, menjünk haza vacsorázni. Thank you.
Nos srácok, egyébként ez egy nagyon-nagyon nehéz szülés lett, vagy lesz, mert most érkezik meg a Noab. Jelenleg 23 óra, 24 perc van, ami azt jelenti, hogy most már több mint 3 órája vártuk ezt a menetet. És most fogjuk felkapcsolni, látjátok, a rendőr a megkülönböztetett jelzést, és kimegy. És közben egyébként nem kulcsoznak be, ez akkor kiderült, ugyanis már fénysorompa is pirosra váltott abszolút. Lehet, hogy bekulcsozta innen előtt. Az is lehet, még nyitva a kapu? Most nyitja a kaput. Akkor igen. És nyílik hátul a kapu, a macska is fel. Hessent. És jön a 22-es Kárpát Nohab a kerozin vonattal. Még egyszer? Persze. Közben már haza, éjfél van. Otthonról 19.30-kor indultam el, hogy egy snittet megcsináljunk Andrissal a Noabról, egy snittet. Hát így alakult. Igazából pont arról dumáltunk, hogy amikor jön a komment, hogy ja, hát ez milyen könnyű videózni vonatokat, meg mit tudom én. Azért jó sokszor meg kell szenvedni, és amikor már tényleg átfagytunk, mert nem terveztünk ilyen hosszúra, amikor nem volt nálunk már ennivaló, innivaló, ott a közeli kisbolt már be volt zárva, nem kell minket sajnálni, félre ne értsetek, csak igazából ugyanúgy ennek megvan az árnyoldala, amíg 10 percben megnéztétek a vonatokat, meg a kis felkonfot, meg a kis információs blokkot, meg a Noabot, ahogy átsuhant, az nekünk 4 kőkemény óránkba fájt úgy cakkumpak, és még össze sincs vágva most, amikor ezt felveszem. Mindegy, hát csak úgy néha jó lenne szerintem, hogyha egyes emberek, akik itt nagyon lefitymálják ezt a videózgatást, így belelátnának, hogy mi zajlik itt a háttérben valójában, de igazából aki eddig sem akarta megérteni, az ezek után sem fogja megérteni. Úgyhogy legyetek jók, ha támogatnátok, minden támogató link lent a leírásba, egy lájkot, ha tehetitek, toljatok, ha még nem iratkoztatok fel, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!